egyedi, különleges, saját készítésű. Ennél többet is jelent egy kézműves termék. Akár egy hivatássá vált hobbit, egy rejtett képesség megvalósulását, egy álom valóra válását. Molnár Gina hangját már sokan ismerik Hajdúböszörményben a rádióból, azt viszont talán még nem mindenki tudja róla, hogy 5 évvel ezelőtt új hobbiba kezdett, és ma már saját kézműves műhelye van. Idén már másodjára hívott látogatókat és vásárlókat az otthonába, hogy a kézműves barátaival együtt be tudjanak mutatkozni a nagy őszi vásáron egy kis műhelyben. Hogyan jut el az ember egy ötlettől addig, hogy saját műhelye lesz? Hú, hát... Sok munkával. Először az én munkám is, vagy én nem nevezném a munkámnak, a hivatásomnak, először hobbinak indult, aztán rájöttem, hogy ez másoknak is tetszett. A barátom mondta, hogy ez szerinte sokkal több van benne, hogy másoknak is tetszen azt, amit én csinálok, és ez tényleg így volt, mindig megkerestek, hogy nekik is készítsek válfát, és nekik is készítsek, és akkor így szépen lassan kinőtte magát egy ekkora vásárra, hogy már vendégművészeket is hívhatunk. Egy kézműves termék miben tudja felvenni a versenyképességet a piacon egyéb termékekkel? Szerintem fel tudja venni. Amerikában már a kézműves termékek sokkal többe kerülnek, mint egy tucatot veszel meg egy bevásárlóközpontban, pont emiatt, hogy ezt valaki kézzel készítette és szeretettel. Tehát, hogy ott ezt már meg is fizetik, és szerintem Magyarországon is egyre inkább érzik az értékét, hogy bizony egy kézműves termék többe kerül, de többé szív és lélek is van benne, meg minőség is. Aki például ide hozzánk is a vásárba eljön, látja azt, hogy tényleg minőségi anyagokkal dolgozunk, hogy amögött agyban dolgoztunk rajta sokan, és nem azért, hogy egyet sokszorosítsunk, hanem hogy sok egyedi különlegesség legyen. Kézzel készül és szeretettel, ezt mondtad. Amikor készítesz egy válfát, egy álomfogót, ki tudod kapcsolni az agyad, és pontosan arra koncentrálsz, amit csinálsz? Egyébként nem mindig. Van, amikor közben filmet nézek, vagy zenét hallgatok, és akkor... Úgy jön így valami, hogy ez a hangulathoz de illene ez, vagy nyilván mindenki beleviszi a saját világát. Nekem is amilyen a műhelyem, igen, nekem ez a stílus tetszik, és amiket készítek, azok is ilyen stílusúak. Én azt mondanám, hogy nagyon tetszik a régi, a sebi sík, ami azt jelenti, hogy használt hatás, de nem akarok antik dolgok között élni, és csak ilyen dolgokat gyártani, amik antik hatásúak, mert azok nem antikok. Ezért a skandináv stílussal is elkezdtem szemezgetni, és ezt a kettőt gyúrtam össze. Én úgy érzem, hogy az én termékeimnek ilyen stílusa van többnyire. A váfa az más, abban mindenfélét próbálok, modernet, régebbi, tehát mint ahogyan élünk is változatosan, tehát hogy ne legyen csak úgy unalmas. És én ezért gondoltam, hogy egyrészt érdekelheti az embereket, hogy hogyan készül, másrészt szerettem volna, hogy lássák azt, hogy ez valóban itt készül, és hogy találkozzunk, nézzék meg élőben, meg hogy egy kicsit ebbe a világba, amiben mi így élünk a barátaimmal, belekukkancsanak, hogy nem kell ehhez Budapestre utazni, hogy egy ilyen vásárt megrendezzünk, mert szerintem Böszörményben rengeteg tehetséges ember van meg itt a környéken, és... Mondjuk próbáltuk azt a pluszt is megadni, hogy budapesti vendégművészt is hívunk, így érkezett Berzsán Eszti. Ez a kisbabámmal kezdődött, igazából amikor 9 hónapos volt, akkor készítettem róla egy portrét, és mivel én korábban is grafikusként dolgoztam 6 évig a munkahelyemen, ez nem állt tőlem távol, hogy ilyen módon keressem a kenyeremet, de szerettem volna szabadabban, és igazából az álmom az volt, hogy a babám mellett, a családom szerető körében valóban az alkotásnak szentelhessem az életemet, nem csak egy napi 8 órás munkában, hanem akár 0-24-ben is, de olyan szabadsággal, amit egy vállalkozás tud adni. Így hát elkezdtem portrékat rajzolni, és egyre több egyedi megkeresés érkezett, úgyhogy a Facebook oldalam egyre népszerűbb lett, és olyan kérésekkel jönnek az emberek, amik valójában álmok, és én ezt megvalósítom. Tehát nem sikerül mondjuk egy jó esküvői fénykép, vagy nem sikerül egy szép családi fotó, és akár 5-10 fényképet is elküldenek nekem, amiből én elkészítem azt a rajzot, ami azt a fényképet imitálja, mint hogyha sikerült volna a fotó, de ez valójában egy rajz. Lehet mesefigurás arcot kérni, mintha belépnének egy mesébe, de lehet valósághű portrét is kérni, úgyhogy a munkám nagy részét ezt teszi ki az elmúlt 9 hónapban, de minden nap szakítok időt, hogy az oldalamra feltegyek olyan inspirációkat, vagy benyomásokat, vagy festményeket, amik amúgy érnek. Tehát a portrézáson kívül az egyéb alkotás is szerepet játszik.
Te Budapesten élsz, és első alkalommal érkeztél ide Hajdúböszörménybe. Budapesten több embert lehet elérni. Egy picit, mintha ott a közvetlenség elvesződne talán az emberek között. Én éppen azt vettem észre, hogy mindegy, hogy akár határainkon túl, például Írországból levelezek valakivel, vagy Németországból, vagy akár a fővárosból, vagy egy vidéki településről, ugyanolyan közvetlenül megnyílnak az emberek, és sokszor nagyon intim, mély problémákról is beszélnek. Például volt, hogy egy festményt utólag nem lehetett megosztani az oldalamon, mert kiderült, hogy egy titkos viszonyról van szó, és őket, kettejüket elrajzoltam portréba, és ők nem látszódhatnak együtt a nagy közönség előtt, és ezt így elmondják nekem az emberek, vagy történik olyan, hogy megrendelnek tőlem egy portrét, és le kell mondani, mert időközben szétment a kapcsolat, és hát nem tudja odaadni a párjának a képet, mert már nincsenek együtt, és ezek elég megrázó élmények, és ezeket is mind leírják nekem, úgyhogy elég közvetlen, és főleg az ahogyan visszajeleznek nekem, miután átadták a képet, hogy mennyire nagy sikert aratott, és van, aki már 5-6-szor is rendelt tőlem, úgyhogy igazából én úgy érzem, hogy mindenki nagyon közvetlen és személyes. Én szinte 99%-ban gyönyörű leveleket kapok, tényleg. Hogy érzed, mennyire kell megismerned valakit ahhoz, hogy el tudj készíteni egy olyan portrét, el tudj készíteni egy olyan tervet, ami tényleg ahhoz a valakihez közel él, és őt magát mutatja be? Ezek a portrék fényképek alapján készülnek, és a vágyaikat mondják el nekem, hogy mit szeretnének rá, és azt mondják, hogy szinte a gondolataikban olvasok, vagy van egy képességem, hogy ráhangolódok, és meg tudom valósítani, amit szeretnének. Én szeretnék tenni a kultúráért, már mint hogy itt Böszörményben is minél több dolog történjen, hogy hiszek abban, sokan azt mondják, hogy a böszörményi embereket nem lehet kimoccintani otthonról, de ki lehet. Az anyáknapi vásárunkra képzeljétek, hogy több száz ember jött el, és most is rengetegen megfordultak. Szóval én azt gondolom, hogyha ők azt látják, hogy értéket kapnak, akkor kiteszik otthonról a lábukat, és sikerült megint kimacintanunk az embereket, és összehozni egy kicsit itt az én műhelyemben.